44 őszén játszódik Bácskában, és az 1944-45-ös partizán megtorlások eseményeit mutatja be. A szövegkönyv a túlélők, a szemtanúk és az áldozatok történeteiből állt össze. A próba folyamat során is változott a szöveg, rövidült is, és a maga nemében élesebbek lettek a szituációk, de ez már nem csak Gáborral való együttműködés, hanem mint ezt Gábor említette egy másik interjúban, kialakult a két társulatból alakult egy társulat által egy kollektív gondolkodás, úgyhogy a színészek is nagyon sokban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlegi formáját nyerje el az előadás. Maga a dráma közel egy évig íródott. A dramaturg mintegy 5000 oldalnyi nyersanyagon rágta át magát, mire elkészült a színmű. A színészek és a rendező pedig másfél-két hónapot dolgoztak a darab színpadra állításán. Ezek a szerepek, ezek nem szabályos szerepek, nem olyanok, hogy elkezdődik a darab elején, és valahogy egy szép ívet leírva valamilyen nagyon hatásos drámai jelenetben a végén elbúcsúzik az ő közönségétől, hanem ez egy bonyolultabb, furcsább, mozaikosabb szerkezetű valami, ami mindenki 5-6 szerepet játszik. A darabot Budapesten november 8-án mutatják be a Katona József Színházban, és mindkét városban folyamatosan repertoáron lesz.